hozott fel. A zenének terapikus hatása van, ez tudományosan ki van mutatva. Az zenének is animálja, tehát álmomban együtt játszottam Woody Allennel. Tessék! Ő csurálkozott, én meg egy nyilvánk szakszofonosztó, és egy B-mosztetet játszottunk abban a jazz clubban. Tudod, ahol a Woody minden hétben játszik a New York Microsoft Clubban. Mikor álmodtam ezt? Hogy mikor, amikor aludtam? Vezetés közben? Tegnap éjjel. Ezt most találtad ki, ugye? Esküszöm. Ne esküdj, a zsidók nem esküsznek. Én nem vagyok zsidó. Épp ez az, hogy lehetnék akkor veled vasárolva? Tessék? Semmi, nem érdekes. Látod, ez a sok hatása is nem veszed észre. Na, mutasd rád, tedd fel ide. Adok energiát neki, nyugi, nem érek hozzá, csak ide fölírtam a kormányzat. Sándor. Tudod, ez a lényeg. Mindegy, hogy kik vagyunk, zsidó vagy nem zsidó, kuzi vagy néger. Van köztünk áramlás, és köztünk van, tudom, hogy érzed. Nem fognád be végre a szállat. Csak ha segítesz. Hogyan? Fogunk be te nekem. Ugyan kérem, mikor látod meg a zsidó taxisofőrt? Nem is egyet, Franklin! Akkor miért láttad egy sem? Megállva! Hol? Izraelben! Hogy fogom? Az lehetetlen. Aga szerint talán a Szentföldön vagyunk? Nem is, mert van rá jobban, Franklin! Itt van az erőszobában. Majd bejön, ne aggódj! Berúgtam, miért látt meg egy sem? Hát elégyeztette a maga arab maskarája. Hol van magad? Itt van két! Megkérem tőle a kezed! Meg fog átkozni! Ugyan miért átkozni? Legvagyunk írva, hogy a fajlatottság mindenki még nincs eljegyezve, kérje jelenik, ha jegyezze, az magának feleségül. Mit szoktálsz itt össze? Mózes, 22-28. Milyen jegye jelenik? Mi kell ezzel? Ha hozzám beszélni, ezzel vellek fejbe. Na jöjjön! Látja! Látja! Magadba! Cser magadba! Maga, nincs itt senki, aki elárul, elhagy, vagy kiszolgáltat meg. Minden érintett. Ahogy elnézem, legalább 25 éve. Nincs köztem. És vagy berekmondó, viszont van valami egészen már. 4-20 nem magasság. Ha 3-8 van. Erre olyan büszke? Az én lakásom is hasonló volt, amíg élt az asszony. Nem volt pókháló. Nagyon művelt asszony volt, nyelveket beszélt. Szóval randa. Én inkább úgy mondanám, hogy hűséges. Pedig a pénzemért jött hozzám. Egy őszinte asszony, ajjj! Maga csak ne lovagoljon az én feleségemet! Inkább utassam én hozott ide. Na jöjjön! Látja! Ez az én. Ez, melyben a kérdések kérdése. Az életem fénye tükröző. Na jó, láttam az életem fényét. Most már mehetünk? Hova van szerencsétlen? Vissza a kórházba beteget játszani. Én nem játszok beteget, én beteg vagyok. Ha nem lennék beteg, hát ki gondoskodna én róla? Így ittunk egy kóse. Jó likőr, aztán megosztom magával az életem fényét. Na forduljon el! Kérem. Na, most már ide nézhet. Na hát, ez maga spáj? Miféle spájsz maga, idióta? Ez az én titkos sátra, ahol az Úrral szoktam beszélgetni, ahol lévi ihák szelleme öltözik erőtlen testembe, hogy megtöltse erővel és bölcsességével. Honvéd egy erőba. Tegye már vissza! Erre olyan vissza? Nem, nem, Freddy, menjen ki! Odát fog látni, csukja rám az ajtót. De mi lesz, ha nem tud kérni? Nem kell kérni, Freddy, mert csak hinni kell az egyetlen Úrban, és az ő választott névével. Na, csukja fel, így kattam! Jaj! Slava! Slava úr, jöjjön ki! Ajá, én félek itt egyedül! Slava! Slava, jöjjön ki! Jó, van igaza úr! Nem lett volna szabad elszökni otthonról. De ha az embernek nincs ereje se hívőnek, se hitetlennek lenni, a folyton csak egy dolog körül járnak a gondolatai. Slava, jöjjön ki! Slava! Na mi van maga, pancser? Ezt meg úgy csináltasz. Nem én csináltam, hanem a kőrügyes Leibis Oszkárnél 44-ben, amikor jöttek a gyilosok. Ajj! Na, ez a figyláld, ami rám lett bízva. Tudja, mi van benne? Lejárt váltók, rossz kötvények, hamis aranygyűrű. Nem, Franklin, ez mindennél többet ér nekem. Szegény apám írta, na olvassa! Lu
Állj, az nem a tét, nem az a másik. Ez héberül van. Majd, hogy mégis mit gondol? Ne hagyd el a népet, ő sem fog elhagyni. Hát ez az Franklin, erről beszéltem. A kérdések kérdése, erő vagy bölcsesség. Kiválni, mint az ocsuk, vagy elszerelni, mint a pengő. Na jó, kérdések vannak, maga is nagyon jól tudja. Ilosok is csak kérdezni tudtak. Büdös zsidó, hol van most a seregek ura? Kérdések vannak, válaszok nincsen? Nem, Franklin Benjamin, igenis van, válasz minden kérdése. Hol van a válasz, Somó? A tükörbe? A válasz mi vagyok, ahogy szegény feleségem mondta, mielőtt meghalt. Soha én nem értettem, de most már tudom, én vagyok a válasz, meg maga Franklin Benjamin. Na hiszen. Mi ez? Valaki mégis csak szeretetlen. De ha mégis akkor megállkozzak. Jöjjön, bújjon meg a szerencsétlen! Majd meglátjuk, ki fog trombitálni. Na, menjen már! Erre nem arra, nem arra! Képességével, a maga szikrázban okos lénye,
Igaza van, hagyjuk abba. Nem egységesen, ötszerévesen meg úgy tesz, mint a 20 évesen. Tudja, hétfőn és szerdán angolra járok. Most is éppen angol órában van. És tudja, miről szólt az utolsó egyszer? Egy 100 éves emberről. Aki egyáltalán nem érzi magát öregnek? Képzelj el! A dobozban van egy darab a rádió is a macska mellett. Ugye egy megvízzelem, amely egy óránként 50%-os valószínűséggel bocsát ki magában egy gondoló részesként. 50%-osan az is valószínű, de bocsát ki semmit. Magának még nem is ősz a haja. Na már most? A dobozban van egy detektor is a macska mellett. De a bomló részeske érkezésekor cián gázzal árasztja el a dobozt. Maga nagyon jó tanár lehet. Cián megöli a macskát. Igaza van. Most mi lesz a kérdés? Mit tettél az ember? Nem, Magda! Ez most nem tréfa. Ez most élet-halál kérdése. Hát anélkül majd kinyitnánk a dobozt. Meg tudjuk-e mondani, hogy éle, vagy meghalt oda bent a macska? Feladom. Ne! Hát igaza van. Nem tudjuk 100%-osan megmondani, hogy élő vagy meghalt oda benne a macska. Csak annyi állítható, hogy a dobozban van egy 50%-osan élő, és egy 50%-osan halott macska is. De ha kibontjuk a dobozt, ha megbontjuk a rendszert, akkor 100%-os bizonyossággal feltük a feltett kérdésre. Igen? Igen! És az azt jelenti, hogy a megfigyelés ténye, az a tény ugyanis, hogy kinyitjuk a dobozt, megváltoztatja magát a megfigyelt jelenséget. Maga, fel tudja ezt fogni? Igen, azt hiszem. Ah, ez csodálatos, ez fantasztikus élmény nekem. Maga az első nő az életemben, aki nem úgy végighallgatta, de meg is értette a sérülésen macskáját. És ha belegondolok, hogy a Lici nem bátor, én sose fogok bele. Hogyan? Maga ezt megbeszélte a feleségét? A macskát azt nem. Azt ő nem lép. Egyszer megpróbáltam neki elmagyarázni a fekete lyukat, de akkor elutazott 2 hétre Parácsosvárra valami síjoktatóval. De arra ő bátorított, hogy ide mennék állni maga elé, hogy belenézzek a szemébe, és megkérjem, hogy nyissuk ki a dobozt. Azt mondta, Rezső, ez nem életi. Akár hullám, akár energia, az életünkből hiányzik a fény. Mert mi lakásunkban nincsen utcai front. Hogy nincsen, Rezső? Azt mondta, menj el, állj oda, és ha igen mond, rajta nem fog múlni. Ezt mondta? Igen. Így hát most itt állok, és kimondom magának becsületesen. Nem mondja ki, Rezső, amiről nem lehet beszélni, arra hallgatni. Istenem, Wittgenstein, maga ismeri Wittgenstein. Úristen, mindjárt elsírom maga? Jaj, ne, kérem, meg a sírom még mindig felizgatlak. Öleljen át. No, nyugodjon meg. Milyen más ez a test? Tessék? Érzem, hogy igent kell mondanom mindenre, ahogy igent mond a testem a testedre, a lelkem a lelkedre. De nem merem kimondani, Rezső, nem merem, mert valamikor azért halálra neveztek volna. A leválasztás mi? Milyen levált? Ó, kincsem, te el is várnál, értem? Nem. Nagyon jól érte. Itt várj meg, mindjárt jön neked a Schrödinger macskája. Miau! Mondtam, hogy ne igye meg mindet. Ráromlott volt az a diónikő. Nem a diónikő romlott maga idióta, hanem a hitetlen Héber szív, mint a magányi Franklin. Most nem az én szívemről van szó, hanem arról, amit láttunk. Mit láttunk? A lányok macskával változott, mert kibukla mind benne. Hát te megészted. Miau! Miért nyálom? Veszteni, tudni kell. Miket beszél össze? Na jó, nyugodjon meg és lépjünk le innen. Meglátja a püspöveli volt, jót tesz. Egy kapottat sem, meg vagyon írva, hamis örökséget cipelsz, ám legyen, ősd be a te sorsodat, és szeresd azt. Na jó, ha magát ez ennyire megráznak, vegyük úgy, mint a nem is fogadni. Mi azt, hogy vegyük úgy, meg vagyon írva, amit egy öreg héber szájába vesz. Kiejt a száján. Az a műfog sora? Meg vagyod írva, a ti istenetek kísértiteket, hogy megtudja szeretiteké teljes szívetekből és teljes lelketekből. Botrányt akar vagy mi? Légy hű a sorsodhoz még a halálban is. Minden pokokon keresztül a te mennyországodba érsz. Oda, vissza a kórházba.
Ég hűj a néphez még a halálban is. Ez nem az az, úgy Somó. Ugyan már, Franklin? Még egy fizikus sem állít a fejét bizonyossággal mindent. Miért? Mi kell magának? Milyen bizonyosság? Hű, gyere, Izrael! Amikor maga felhívott, na most ugye a bridge hosszú játék,
hosszú és izgalmas, még hogyha nem is nyertek nagy tétben. Itt üreg van a falban. Barlangos test. Tessék? Sohajtok magának. Kidítszik erre, adja már abba! Megsértődöm, ha nem az én titkaimmal foglalkozik, és egyébként is veszélyes engem visszautasítani. Ide nézze! Na hát! Éreztem, hogy van még valahol 2 négyzetméter. Jöjjön! Itt lesz a kazetta! Na most nem merjünk tőlem. Ó, seregek, uram! Kérjük és rajgassunk! Megőrült Ereszter! Bálámot 3-szor tette próbára az úrlangyala! Én nem bálám vagyok, ha mindent összekever! Tíz dobban fel haragomban és ne ég a seolt fene, kiíjjék! Ezt nem nyújtottak, Soló, nyugodjon meg! Kifelé dibugok, mindhányan vagytok! Láthat titeket! Bassza meg! Hajtunk, ne jújt ebben a kezünkkel! Jaj, azt hittem már, hogy mi? Most idők a falon is átlátnak? Hol álladjon? Ez a karbantartó a kórházból. Mazaltó. Még gúnyolodik is az antiszemita? Bevénye meg! Jövevényen ne hatalmaskodjál, hogy akkor te is jövevény voltál Egyiptom földjén. Jövevény, én, szín magyar gyerek. Na ide figyeljen, papa. Lajos, ne egy szót sem! Hővérke! Ah, nem majd én elvezetem. Nem szép dolog ám megszokni a kórházba, gézek úr! Az őszember előtt kelj fel és az őszember orcáját becsüld meg! Egy pillanat, papa! Nekem nagyon van! Tudod, hogy megyek erre? Nem, mert a kocsit neki ment úgy közben. Micsoda? Ezt is kikalapálhatod, de csak azután, hogy a bolyát megjavítottad. Mit? Hát, meg amit még le. Meg a csapokat megjavítottad. Tudom, hogy megbeszéltünk. Megbeszéltünk meg? Ezek itt pokrokra készültek. Tudja, Somó bácsi. Nix, Somó, Nix bácsi, Lévi járkodok, minden kérdésre megfelelem. Senki sem kérdezett magától semmit. Mit keresett Gold egy zsidó szekrényében? Na, Nix! A fiú nagyapa, mert se nem hullám, se nem részecske. Brutus. Jaj, nagyapa. Meg Google. Vasárol. Ez még volt a lepányítom tényleg. Jó. Nem lett a szépenre. Brutus. Nagyapa, ez az egész csak azért történt, mert annyira aggódtunk érte. Tudták, hogy üres a héden, és betörtek ide. Hallgass, hogy átfiam, nem lették kérdezve? Az a helyzet, hogy nem számítottunk arra, hogy maguk hazaszoknak a kórházba, és én megbeszéltem a Lajos, hogy megugorjon és megjavítson ezt, azt a csapokat megbőrözze. Ha te a rossz kezeidet le kell vágnod, meg rosszak, akkor vágod át a rossz kezeidet, hát edézzük le! De akkor nem tudja kipesteni a lakást! Hogyan? Teljesen ingyen! Ha te a rossz füleidet le kell, hogy vágod át a rossz füleidet, hát edézzük le! Nem olyan rossz ember ez, mint amilyennek lesz, akkor egy kicsit tényleg áll a füle. Látni is, kapos, elpusztul, Lévivel! Jaj, Lévi, ne higgy a látszatnak! Ez nem a látszat, Somó, ez a bűn maga! Ez az, amit otthon már nem pártam meg. Igazad van, Franklin Benjamin. Jobb elveszett meg, hogy elárultak és elhagyottak lenni. Fordítva bölcs, Rabbi. Elárultak és elhagyottak, nem teljesen minden. Nem te mondod mindig, hogy meg kell értenünk, hogy mit vár tőlünk az élet? Hogy az Isten mit akar? Talán az Isten azt várja, hogy egy gólt a szekrényben búboljon meg, miközben anyád a szomszéddal. Apukám, ezt maga teljesen félreértette. Nem én vagyok a hülye, hanem a Franklin Benjamin. Nem, és egészen. Hát ezt senki sem mondta. Mi csak azért ugrottunk fel. Honorea! Mert a kórházból szóltak, hogy haza tetszik jönni, és ugyebár az ünnepség megölt beszélte. De már kevés lesz a hittetésed, mestere nője. Kérem, ne bántsa a feleségem. Te mit keresed? A Schrödinger macskáját. Nem te mondtad, hogy az eszét dicsérje? Ha elzsik van a karom. Nem tudok szerelni. De csak meg sem mozgulj, úgy állít, mint az a lótmag felesége. Tetszik látni ezt a pazar testépítést? Az őszinteség szó. A csodán teremtőnek nem maradt a nyagad elég. Tetszik az üres.
Sokáig érdekelte a izére a sereget, uram. Maga meg? Ott nem tudja, hogy ma van a születésem napja. Fennem van a személyi jogóval. Megtetszett azt, amit idején megtalálta. Megtalálta? Lopta! És a ház feltörésen érik a dolgajt, és úgy megverik, hogy meghalt. Nincs vérbű miatta! Bombert vagy bombert, hogy mondják maguknál! Évi hák vagyok! Az egyszerű ember? Sándor, hallgass! Jugi, az egyszerű embert is megváltották azzal, hogy a lánya fiút szült? Már meg is szülhet! Hogy mondhatod ilyet? Hát védekezett az egyszerű ember? Láttam, hogy a lányod csecsemőt szoptad a kertekbe. És mit bizonyít ezt, kérdezte az egyszerű ember. Teje van, ideje van, akkor miért ne szoptatta? Van pofája azt állítani, hogy ez az egész csak színház volt. Perfect Franklin Benjamin, maga mint a röngen úgy lát keresztül mindenet. Nem is oda ezzel a szemüveggel? Hittetünk nagyobb, amit nem akartunk rosszat. Mondjuk mindenki a legjobbat akarta. Elszülődött, nem tetszik. Ki ne okányom a föld titeket. Hosszú lesz ez a bőz, mire én ezt mind megemésztem. Anyámban sokhoz közelel is ütni a jaj, amit csak akar, papa. És természetesen minden csak kós eredény meg. Úgy van, apuka. Jenci, szólal már meg. Shalom mindenkinek. Shalom. 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 Látod, mert azt hívja elmondtak. Nem hiszel az életek tükrének? Az idő kezdete óta üldöznek minket. Mit értesz ebből a kis kitű, Benjamin? Megmondja az írás is, ne a képemet szitha a tükröt felde. Fordítva, icaki! Az fáj neked leginkább, hogy mégiscsak én nyertem. Mit nyertél, te szerencsétlen ember? A lányod a szomszéddal, az unokád egy gólyjal, ráadásul mint kisemlízve, a saját véred fordul ellenedre. Kapasz, de hamis lencséid azok, amelyek megcsalnak téged. Törd össze a hamis lencséidet! Nem látok! És ha te szemeid azok, amelyek megcsalnak téged, vágj ki a te hamis szemeidet! Segítsen az Isten szerelmére! Nem szabad, nagy a kap! Jaj! Ne félj, te nagy irgalmasságú és késői a haragra. Hogy nekem nem hiszel, rendben van. Mert mi vagyok én? Szerencsétlen ember. De kérdezz csak meg őket, a saját véreidet. Na feleljétek, de igaz lelkesekre őszintén. Igaz-e, amit ez a véhébe állít? Vagy bizony, hogy téved? Igaz, amit állít. Hát az Izrael nagy a te néped, hazudni nem, hogy egy, de 5,5 zsidó se képes.